15 milliárdos beruházás, nagyszabású technológiai fejlesztésbe kezdett a kisvárdai Masterwood Kft. Ökológiai kongresszus, mintegy 115 szakember képviseli az ország különböző pontjait a 11. Magyar Ökológus Kongresszuson. Vadásznap. Baktalórendházán tartotta a Vadászkamara területi szervezete a megyei vadásznapot. $5 milliárd forintos kapacitás bővítő beruházás kezdődött a kisvárdai Masterwood Kft-nél. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A fejlesztések jövő májusig tartanak, azt követően óránként 15 000 darab csirkét tud majd feldolgozni az üzem, ezzel pedig a kisvárdai lesz Európa harmadik legnagyobb vágó teljesítményű és legkorszerűbb üzeme. A termelési hatékonyságnak köszönhetően 2 számjegyű béremelést ígér a vállalat dolgozói számára. A kisvárdai Masterwood Kft. Az elmúlt években több 10 milliárd forintot fordított a különböző beruházásokra, most pedig egy újabb fejlesztést jelentettek be. A kisvárdai Baromfi feldolgozó nagymértékű technológiai beruházásba kezdett, amelynek köszönhetően a fejlesztés követő második évben 50%-kal nőhet a cég csoport árbevétele. 2004 nyarán került a birtokunkba a hajdúbét felszámolása után egy csirkevágó üzem. Ez az üzem abban az időben is egy nagyon elhanyagolt, egy rosszul működő üzem volt. Ennek a többszöri ráncfelvarrása az elmúlt 10-12 évben megtörtént. Majd úgy döntöttünk a tulajdonosok, a Bárány család, hogy ebből az üzemből egy európai méretben is korszerű, sőt a lehető legkorszerűbb üzemet fogjuk csinálni egy jelentős átalakítás és kapacitás bővítéssel egybekötve. Ez a fejlesztési folyamat már elkezdődött, ezt segíti a Nemzeti Befektetési Ügynökség támogatása. Ennek köszönhetően a magyar kormány 3,4 milliárd forinttal segíti a kisvárdai Baromfi feldolgozó üzem bővítését. Ehhez jön még a Masterwood Kft. Önereje, illetve banki hitelek, így a fejlesztés összesen 15 milliárd forint értékű. A beruházásnak köszönhetően a vágási darab szám is nagy mértékben emelkedik majd. Jövő májusra, mikor a legutolsó gépek, automaták is megérkeznek, akkor 15 000 darab per óra teljesítménnyel fog vágni ez az üzem. 15 000 darab per óra az azt jelenti, hogy másodpercenként 4,1 darab csirke fog elsuhanni a vágóvonalon, és természetesen ez nem csak ezzel a tempóval elrohan, hanem ez feldolgozásra kerül, lehűtjük, földaraboljuk, elcsomagoljuk, és nagyon sok automatával és robottal, szó szerint daraboló robotokkal, csomagoló robotokkal kiegészülve lesz ez a gyár Európa harmadik legnagyobb vágó teljesítmény és korszerű üzeme. A kisvárdai cég volt az első vállalat, amelyet a magyar kormány a technológia intenzív támogatási kategóriában segíti. Ennek lényege, hogy a technikai fejlődést robotok alkalmazásával biztosítják majd. A megnövekvő termelési hatékonyságnak köszönhetően a Masterwoodnál minden évben 2 számjegyű béremelést fognak a cég dolgozóinak biztosítani, tette hozzá Bárány László. A Masterwood Kft. Tavaly 69 milliárd forint árbevételt ért el, termékeinek több mint 60%-át külföldön, 40 országban értékesítették. 11. alkalommal rendeznek Magyar Ökológus Kongresszust, ezúttal a Nyíregyházi Egyetemen. Az ország valamennyi pontjáról érkeztek ökológiai kutatással foglalkozó szakemberek, összesen 115-en képviselik a különböző műhelymunkákat. A 3 napos kongresszus alatt 14 szekcióban hangzanak el előadások, többek között a klímaváltozásról és hatásairól. 3 évente rendezik meg a Magyar Ökológus Társadalom legnagyobb tudományos találkozóját, a Magyar Ökológus Kongresszust.
Ennek célja, hogy áttekintést adjon a tudományos kutatások legújabb eredményeiről. A 3 nap alatt tematikus előadásokat hallhatnak az érdeklődő szakemberek a főbb kutatási területekről, például a klímaváltozásról. A klímaváltozás az nagyon összetett módon jelentkezik, a világ különböző pontjain különböző hatásokkal lehet találkozni, és a mértéke is nagyon eltérő. A sarkvidékeken például úgy tűnik, hogy sokkal nagyobb mértékű a felmelegedés, még vannak területek, ahol ez szinte alig érződik. Nem csak a melegedés okoz problémát, hanem például Magyarország esetében sok területeken a tartós szárazságnak a megjelenése, hosszabb aszályoknak a kibontakozása is komoly problémát jelenthet. A klímaváltozás okozta hőmérséklet emelkedése század végéig meghaladhatja a 2 fokot, ez pedig beláthatatlan és visszafordíthatatlan károkat okozhat a Földön. Nem kivétel ez alól Magyarország sem. Az itt található mezőgazdasági területeken a csapadék hiánya a legnagyobb probléma, hangzott el a megnyitón. Magyarország nem nagy ország, de ettől függetlenül óriási különbségek vannak, például a csapadék éves mennyiségét illetően. Az ország nyugati észak nyugati tájain akár 2-szer annyi csapadék, vagy közel 1,5-2-szer annyi csapadék is esett, mint mondjuk az Alföld szívében, déljárságban például. Itt a nyírségben egy kicsit jobb a helyzet a Alföldön belül, mondjuk, mint a Hortobágyon, vagy mondjuk a medence központi részein. Ráadásul, amennyire jól tudom, a ország északkeleti részeit a csapadék csökkenése kicsit kevésbé érintette. A szakember kiemelte, térségünkben homokos területek vannak, ezeken gyorsan átfolyik a víz és a felszíni rétegek hamar kiszáradnak. Ezért itt egy rövid távú szárazság is komoly gondokat okozhat. Kit képvisel az Agrárkamara és a kormány? Az Alma ügyben tette fel a kérdést Halmi József nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Az MSZP megyei alelnöke szerint álszent dolog az Agrárkamara vezetői és a kormánypárti politikusok részéről, hogy a gazdákkal együtt demonstrálnak. Mint mondta, inkább a szükséges lépéseket tennék meg, és valóban akár támogatásokkal is segítenének megoldani a léalma és az étkezési alma felvásárlási ára körül kialakult helyzetben. A tegnapi tüntetésen az Agrárkamara és a kormánypárti politikusok a tüntetők mellé álltak, és egyetértenek azzal, amiért tüntenek. Szerintem a kormánypárti politikusok és az Agrárkamara tehetne annak érdekében, hogy a kormány ebbe beleavatkozzon. A kormány nélkül ebben nincs megoldás, és volt már, mikor kompenzációval a kormány kisegítette a termelőket, ezért arra szólítjuk fel a kormánypárti képviselőket, akiknek van lehetőség arra, hogy a kormánynál lobbizzanak a almatermelők érdekébe, hogy ne a tüntetők elé álljanak, hanem a tüntetőkkel szembe, és hozzák a kormány ajánlatát, amely megoldaná ezt a problémát. A megyei vadásztársadalom negyede több mint 20 csapat vett részt a Baktaló rendházán megrendezett vadásznapi főzőversenyen. A rendezvény kiemelt célja, hogy bemutassa a vadászat értékeit a nem vadász lakosság számára, és így pozitív élményekkel távozzanak az eseményről a civilek is. Emellett nagy hangsúlyt fektetnek a jövő nemzedékének környezeti nevelésére is. Az Országos Magyar Vadászkamara területi szervezetei országszerte közel 20 éve tartanak vadásznapot. Nem kivétel ez alól a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi szervezet sem. Az esemény egyik célja, hogy a vadászok kikapcsolódjanak, találkozzanak egymással, és baráti versengések alakuljanak ki például a főzőverseny kapcsán. De nem ez az egyetlen fontos cél. A másik nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy a civilek, akik ugye a vadászattal csak hallomásból találkoznak, kilátogathassanak és láthassák, hogy azért ez a életforma is egy elfogadható életforma, mi sem vagyunk mások, rosszabbak, mint a többi ember, csak kicsit nekünk más az érdeklődésünk. A protokollális program része volt az ifjú vadászok teljes értékű vadásszáfogadása is. Ennek jelképeként különleges kitűzőt kaptak az új vadászok. Ez az Országos Vadásznapok emblémája volt, aképpen egy törlevél, 2 makkal és egy szarvasbika jobb agancsával van díszítve, és ezt a vadásznapok alkalmából kapják meg az új vadászok. Népszerű program volt a Solymász bemutató is. A több mint 20 éves Csacsi névre hallgató Eger Észaév 18 éve van gazdája mellett. Áramütés miatt került kézre, és sajnálatos módon elvesztette mindkét szárnyának a felét. Tehát, hogyha ő itten rendelkezne a teljes fesztávolságával, akkor az ilyen 1,20-1,30 is lenne, és akkor nem a kézen ülne, hanem már a szabadba repdesne az égen. A vadgazdálkodás értékeinek és hagyományainak bemutatása mellett kiemelten fontos a jövő nemzedékének környezeti nevelése is. Ezt egész napos gyermekprogramok biztosították.
Idén 22 éve tart falunapot Kálósemjén, ahogy az előző években, most is a település születésnapját ünnepelték a falunappal, ahol harmadik alkalommal adták át a Lipcsei Miklós emlékdíjat. Ezt az a fiatal diplomás kaphatja meg, aki hátrányos helyzetű családi körülmények közül indult el a pályán. Minden évben az augusztus 20-a utáni első szombaton ünneplik Kálósemjén születésnapját. Idén 22. alkalommal rendeztek ehhez kapcsolódóan falunapot a településen. Az első rendezvényen avatták fel a település címerét tartalmazó zászlót, azóta pedig számos ünneplésre méltó fejlesztést tudhat maga mögött Kálósemjén. Amire fizikálisan nagyon büszkék vagyunk, az a Kálai kúriának a felújítása. Ez az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb beruházása volt a településen, ez közel 1,5 milliárd forintot tett ki. Természetesen ezután sem állt meg az élet, hiszen most például általános iskolát újítunk fel, szennyvíztisztító telepnek a korszerűsítése is zajlik ezekben a napokban, és az igazság, hogy nem állunk meg, mert folyamatosan vannak céljaink. Ilyen például a következő évben megépülő bölcsöde. Emellett pedig a közösségekre is méltán lehet büszke Kálósemjén, hiszen ők tartják életben és pezsgésben a települést. Fontos, hogy ezek a közösségek helyben maradjanak, ehhez pedig a fiatalok támogatása is szükséges. Többek között ezért hozták létre a Lipcsei Miklós emlékdíjat, amelyet idén harmadik alkalommal adtak át. Ezt a díjat az a fiatal diplomás, aki hasonló családi körülmények közül indult, mint az én férjem is, aki nagyon egyszerű családból, Kálósemjén születteként, 3 gyerekes családból, legidősebbként végezte tanulmányait, a pénzügyi főiskolai diplomát szerzett. A 64 ezer forintos anyagi támogatással járó emlékdíjat Jurecska Kitti, a Debreceni Egyetem gazdálkodási és menedzsment szakon végzett hallgatója kapta. A MOL bruttó 3-3 forinttal emeli a benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán. A változás révén a gázolaj átlagára 408 forintra, míg a benziné 401 forintra nő. Legutóbb augusztus 17-én változott a gázolaj átlagára, akkor is 3 forinttal emelkedett, míg a benziné 2 forinttal csökkent augusztus 8-án. A benzinára 2012. április elején érte el történelmi csúcsát, akkor egy liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. A Vidor Fesztivál versenyprogramja kedden a Kamara színpadon a Néző Művészeti Kft. És a Karinti Színház a Piszkosak című bohózatának előadásával folytatódott Scherer Péter rendezésében. A nagy színpadon a közönség Molnár Ferenc a Hattyú című komédiáját láthatta, amit az Örkény Színház társulata hozott el a fesztiválra. Neked csak egy célod van, mindig előre menni, semerre se nézni, mindig csak előre. A Vidor Fesztivál programjában gyakran szerepelnek Molnár Ferenc klasszikus vígjátékai. A Hattyú című komédiája ritkán játszott mű, melynek cselekménye az utolsó Habsburg császár és magyar király Károly és Zita történetén alapul. Egy trónfosztott dinasztia feje, Beatrix, próbálja visszajuttatni családját a hatalomba. Ehhez egyetlen eszköz van a kezében, a lánya, Alexandra, őt akarja hozzáadni Albert herceghez. A trónörökös párjának szánt lány azonban belehabarodik a tanárába. A család hattyúja, Alexandra, akit Tenki Réka alakít az előadásban. Az én szállam benne a tragikus vonal, de igyekeztem azt megfogalmazni, főleg az első felvonásban, hogy milyen egy olyan fiatal lány, aki nagyon prűd, nagyon merev, és nagyon elutasító, és az anyját utánozva próbál meglétezni. Úgyhogy, de a vígjáték elemek az szinte minden karakterben megtalálható, főleg Molnár Ferencnél, mert úgy érte meg a darabot is, hogy mindenki valamilyen szinten el van rajzolva, és mindenkinek van legalább pár olyan mondata, amin jól lehet derülni a nézőknek is, meg nekünk is. A Hattyú édesanyját, Beatrix hercegnét Csákányi Eszter alakítja. A színésznő hosszú éveken át szabadúszóként dolgozott, de 2017 őszétől az Örkény Színház társulatának tagja, és nagyon örül, hogy eljátszhatja ezt a szerepet. Elképesztően időtálló darab, és ugye ők kitalálták, hogy én legyek a Beatrix szerepe, amit különben a régebbi előadásokban a Tolnai Klári játszotta, a Súlyok Mária, és akkor
kaptam ezt a feladatot, ami nagyon bizarr volt így elsőre, de amikor elolvastam, akkor teljesen azt gondoltam, hogy itt semmiféle probléma nincs, egy nagyon erős, karakteres, erős nőnek kell lenni. A család Bölcs tanácsadója, Jácint atya, akit Mácsai Pál játszik. Az Örkény Színház igazgató rendezője jobban szeret komédiában játszani, mint rendezni azt. Társulata többször is meghívást kapott már a Vidor Fesztiválra. Ez egy hagyományos fesztivál, amiben lehet bízni, és aminek a válogatásában minőségi szempontok vannak jelen, ami nagyon fontos. Vígjátékokat szemléz ez a fesztivál, és az egy nagyon határozott profil. És hogyha az idekerülő előadások kiválasztásában csak a megcsináltság a szempont, és nincs egyéb, magyarul, hogy a szakmailag jó legyen és tisztességes legyen, akkor ennek a fesztiválnak helye van. Én úgy tapasztalom, akár itt vagyunk, akár nem, hogy ez a szempont. Úgyhogy szívesen jövünk. Az előadásban Csákányi Eszter, Tenki Réka és Mácsai Pál mellett játszik Fűr Anikó, Takás Nóra Diana, Fica István és Nagy Zsolt. A Vidor Fesztivál programjában a színházi versenyprogramok mellett zenei és irodalmi rendezvények is várják az érdeklődőket. A művésztúdióban lesz limerik döntő és művészasztal is, ahol H. Jánossal találkozhat majd a közönség. Két felkészülési mérkőzést játszott Szlovákiában a Nyíregyháza Blue Sharks. Siska János együttese az első osztályban szereplő Swift-től 89-78-ra, a szintén első ligás Iglótól 72-64-re kapott ki. A Kékcápák szombaton Debrecenben a MAFC ellen lépnek pályára. Az NB1B piros csoportjában szeptember közepén rajtol a bajnokság, így nem meglepő, hogy a csapatok most már sorra játsszák a felkészülési meccseket. A Nyíregyháza Blue Sharks az elmúlt hétvégén kétnapos villámtúrát tett Szlovákiában. A Kékcápák pénteken Svidben, szombaton pedig Iglón léptek pályára. A szlovák első ligában szereplő csapatok ellen két tisztes vereség a mérleg. Sitko Ernő szakmai igazgató szerint mindkét meccset komolyan vették az ellenfelek. A szezon előtti mérkőzésekre jellemző, itt a légiósok bizonyítani szeretnének, hogy ők alkalmasak arra, hogy itt maradjanak a csapatnál, és éppen ezért azt akartam mondani, hogy kettőzött, de inkább háromszorozott erővel küzdöttek, ami nekünk azért jó, mert erősebb mérkőzéseket tudtunk játszani, illetve olyan ellenfelekkel találkoztunk, akik győzni is akartak, és a játékosok is sok mindent megtettek azért, hogy jó teljesítményt tudjanak nyújtani. Ennek tükrében mindenféleképpen pozitív az, amilyen eredményeket értünk el, és inkább az iglói mérkőzésre mondanám azt, hogy jobban teljesített és jobban küzdött a csapat. Siska János edző is pozitívumként értékelte azt, hogy a több légióst foglalkoztató riválisokkal szemben fel tudták venni a versenyt. Mind a két csapat, az ellenfelük az Igló, illetve a Svit komplett csapat volt már légiósokkal. A Svitben 4 légiós volt, az Iglónál pedig 5 légiós volt, úgyhogy nagyon kemény védekezés ellen kellett támadnunk, illetve nagyon komoly taktikai repertoár rendelkezett mind a két csapat. Komoly mérkőzések voltak ezek. Szura Attila annak örült, hogy az ismeretlen ellenfelekkel szembeni meccseken új impulzusok érték a játékosokat. Mindig jó egy ilyen tornán azért részt venni, vagy ilyen meccseket játszani, amikor nem csak magyar csapat ellen játszunk. Én nagyon jól éreztem magam, és szerintem a csapat is jól érezte magát. Annyi, hogy persze még felkészülési meccsek voltak, látszódott, hogy voltak hiányosságok. Az is látszódott, hogy van két új magyar játékos. Még nem mozgunk együtt olyan jól, de emberileg is szerintem nagyon jól beilleszkedtek a csapatba, úgyhogy edzeni kell tovább. Még vannak felkészülési meccsek, és szerintem nagyon jó lesz ez a szezon is. A Kékcápák szombaton Debrecenben a MAFC ellen játszanak újabb felkészülési meccset. Jelen állás szerint a szeptember 15-i nyitófordulóban kiírt oroszlány elleni idegenbeli meccset később rendezik meg, így a Nyíregyháza Blue Sharks szeptember 20-án hazai pályán a budapesti Honvéd ellen kezdi a szezont. Hétfőn a Rapid versennyel befejeződött a 37. nyírségi torna. A nyíregyházi Continental Arénában megrendezett pénzdíjas sakktornán az A csoportban Vacsija Andrij végzett az élen.
A több mint 3,5 évtizedes múltra visszatekintő nyírségi torna a legnagyobb sakkverseny a keleti régióban. Ebben az évben a Kossuth téren megrendezett villámversenyen 44-en, a Continental arénában megtartott rapid viadalon pedig 57-en ültek asztalhoz. A hagyományos svájci rendszerben lebonyolított versenyre 112-en neveztek. A résztvevőket játékerőjük alapján 4 csoportba osztották a szervezők. Nagyobb meglepetés volt az A csoportban, a mesterek csoportban, a sok címviselő, tehát indult nemzetközi mester, FIDE mester több, a nyíregyházi sportcentrum egyik kiváló játékosa, Andrei Vacsilja nyerte meg, aki hát nem számított a verseny esélyesének, de ő egy 20 éves bombaerős sakkozó, aki felfutó ágban van, a tőle elvárt magabiztos játékkal, borotva éles játékkal tudta jóval nagyobb nevű ellenfeleket is megállítani. A B csoportban a Hajdú István, a Szentesi NB2-es csapatnak a kiváló játékosa tudta megnyerni a bajnoki címet magabiztosan. Igen jól játszott István. A C csoportban egy ungvári fiatalember, egy 10-11 éves fiatalember, Vladislav Hurkovszki, Prokopisi mesternek a tanítványa tudta végül megnyerni a versenyt. A gyermekek csoportjában pedig 4-es holtverseny alakult ki. Sivadó Márton Barnabás végzett Buholc értékeléssel az első helyen. Gunyec Zoltán elmondta, hogy szeptember 23-án indul az NB2-es csapatbajnokság, amelyben 3 együttes, a Tiszavasvári ESE, a Nyíregyházi Egyetemese és a Nyíregyházi Sportcentrum képviseli Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Európa harmadik legnagyobb vágó teljesítményű és legkorszerűbb üzeme lesz a Mastergood Kft. Kisvárdai baromfi feldolgozója. A cég 15 milliárdos beruházása a tervek szerint jövő májusban fejeződik be, azután óránként 15 ezer darab csirkét tud majd feldolgozni az üzem. A következő években az ott dolgozók bére duplájára nő majd. A Nyíregyházi Egyetem ad otthont a 11. Magyar Ökológus Kongresszusnak. Az intézmény nem csak a házigazda szerepét tölti be, 3 oktató és 3 hallgató is előadást tart az eseményen. A tudományos találkozót 3 évente rendezik meg azzal a céllal, hogy áttekintést adjon az egyed feletti biológiai szerveződési szintek kutatásával foglalkozó tudományterületek legújabb eredményeiről. Közel 20 éve szerveznek vadásznapot az Országos Magyar Vadászkamara területi szervezetei. A rendezvény mindig kettős célt szolgál. Egyrészt találkozási pont a megye vadászai számára, másrészt szeretnék bemutatni a vadászat értékeit a civil lakosságnak is. Ezzel nagy hangsúlyt fektetnek a jövő nemzedékének környezeti nevelésére is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 28-án kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Száraz, meleg levegő alakítja időjárásunkat. Az előttünk álló éjszaka többnyire derült idő várható, csapadék nem lesz, az északi szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős napos idő várható, csapadék nem lesz, az északkeleti szél helyenként megélénkül. Délutánra 27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A folytatásban eleinte még sok napsütésre számíthatunk, és csak helyenként fordulhat elő zápor, zivatar. A hétvége felé azonban egyre több lesz a felhő, gomoly felhők is képződnek, amelyekből leginkább szombaton és vasárnap alakulhat ki több helyen csapadék. A záporok, zivatarok mellett tartós eső is előfordulhat. A hőmérséklet csúcsértéke a napos területeken a sok évi átlag felett jellemzően 30 fok körül alakul.